Egy korábbi videó folytatásaként most a padlás rétegrendeket vizsgáljuk. A padlás rétegrendeket is, a járdákat, azon járdákat, amik a kéményeket elérhetővé teszi, a tetőkibogókat elérhetővé teszi, vagy a pakolást lehetővé teszi. Tehát ha volt egy fafödémünk, vagy van egy fafödémünk, akkor arra milyen burkolatok jöhetnek létre. Hát most nézzük meg azt, hogy ez a hagyományos felülről deszkázott verzió, hogy tud fogadni járófelületet, még milyen módon. Ugye múltkor volt szó egy korábbi videóban agyagtapasztás megléte vagy nem léte verziókról. Most nézzük meg azt, hogy olyan eset is lehet, amikor a teljes felület, mondjuk akkor ezt is megcsinom teljes felületnek, a teljes felület leburkolásra került, tehát nem csak egy darab palló pár készül, hanem nagyon sok, hiszen az egy igény esetleg, hogy az egész padlás járható legyen. Tehát akkor az egész padláson kell ezt a pallóvázat kiépítenem olyan felületben, meg olyan felületen, ahol csak akarom. Itt is persze ne feledkezzünk a teherosztó talpakról, amik lehetnek sima deszkák, lehetnek összefogó deszkák, tehát több felületet összefogó deszkák. Nyilván minél nagyobb, annál nagyobb esély a billegésre, tehát ugye ez a agyagtapasztás soha nem tökéletesen sík, tehát lehet, hogy alá ékelésekre is szükség van, és biztos, hogy merevítésekre is szükség van minden esetben, hiszen ezek a pallóvázak jobbra-balra ki tudnának térni, tehát ez korábbi videóban visszamenőleg is igaz, hogy ezeket a merevítéseket meg kell tenni. Ki kell találnunk, hogy ezeket hogy rögzítjük egymáshoz, illetve az aljat szerkezethez. Lehet, hogy egy hosszú csavarral, lehet, hogy a fagerendáig lenyúló csavarral. Nyilván akkor pozícionálnom kell, hogy a gerenda fölött helyezkedjek el, hogy elérhessem azt. Tehát sok ilyen lehet. Lehet, hogy csak egymáshoz rögzítem őket olyan merev keret szerkezettel, akár ellacélok alkalmazásával, összecsavarozok mindent mindennel, staflifák közbeiktatásával, távtartó közbeiktatásával. Tehát lehet az egész egy olyan térbeli rendszer, ami úszik ezen az úsztató, ezen a agyagtapasztáson, de lényegében ki tudom az egész feletet úgy építeni, hogy minden pallóvász közé aztán majd hőszigetelést helyezek, de leggyakrabban, legegyszerűbben szórt cellulózt lehet behordani, felhordani, hiszen a sok segédszerkezet más hőszigetelés elhelyezését eléggé lehetetlenné teszi, és utána ezen van az a nyitott deszkázat, ami esetlegesen átjutó párát kiengedi. Tehát érdemes erre figyelni, aztán ha hangszigetelési igényei is vannak, hiszen ha itt valaki járkál, és lent netán aludni akarnának, akkor ez a kopogó hang, ez könnyedén átadódik az egész szerkezeten keresztül, amit hangformájában persze leválik, megjelenik, és az a lentebb lévőket zavarja, mert ugye itt tipikusan most pakolásról van szó, tehát azért nem egész éjjel zajlik ez a dolog, tehát itt fölmegy valaki, ott van fél órát, és jön is le, vagy megigazította a kéményt, vagy egy cserepet, tehát azért nem feltétlen igényez, de azért figyelhetünk arra is, hogyha közben a kontakt találkozásoknál, a kemény ütközéseknél beteszek olyan parafacsíkot, vagy puha anyagot, ami a terhet azért tovább tudja adni, de minden esetre megszakítja ezt a kopogó hangot, akkor hangszigetelés is figyeltem vajonelyes, tehát ez egy parafacsík lehet például. Tehát ha valaki erre is figyel, akkor a hangterhelést is csökkenti, de a páraterhelés kiutásától kezdve a hangszigeteléstől a tűzvédelmi sok mindenre kell vagy lehet figyelni, hogy itt a fáknak a rovar, gomba és tűzvédelméről ne feledkezzünk meg, tehát itt különféle bevonatolások lehetnek, vagy már eleve olyan gyári anyagot vettem, ami ilyen védelemmel ellátott, csak ne feledkezzünk meg a vágott éleknél, extra le kell kezelni ezeket a fákat, hiszen ott a vágott éleknél már védtelenek lesznek a behatolások ellen, például egy rovar vagy egyéb támadás behatolása ellen, tehát itt még egyszer mondom, a rovar, gomba és tűzvédelmet meg kell mondani az egész fa konstrukció tekintetében. Következik majd egy másik videó a padlókról, ilyen járófelületekről. Addig is minden jót!